Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egyletnek az archívum ötlete 2014-ben merült fel, körülbelül akkor, amikor 25 éves évfordulóját ünnepeltük az egyletnek. Természetesen az archívum korábban is már keletkezett, vagy hát létrejöttek olyan dokumentumok, filmek, képek, fotók, amik valamilyen módon rendezetten kerültek be az egyletnek a irattárába. Ez Pallagi Anikó végezte el ezt a munkát, és az ő gondos szervező munkájának köszönhetően a nagyobb rendezésre nem is került sor, jobban mondva inkább csak arra, hogy szisztematikusan, mint egy levéltár megrendeztük ezt az anyagot. Ennek következtében derültek ki, hogy milyen lehetőségeink vannak akár egy digitalizált archívumnak a létrehozására, akár egy tradicionális, hagyományos levéltári vagy irattári gyűjteménynek a létrehozására. Ennek megfelelően áttekintettük, hogy mik a legfontosabb kulcs dokumentumok, így a VHS videókazettáknak a digitális átalakítására került sor. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az egylet maga is, mint könyvkiadó, számos kötetet hozott létre, mind a Művészetek Völgye, mind pedig Kapolcs falu vonatkozásában. Volt egy olyan projektünk, amiben régi kapolcsi fotóanyagot dolgoztuk föl útikönyv jelleggel, ez a Kapolcsi útilapok címmel jelent meg, létrejött a völgytörténet.hu oldalon az archívumnak a retrospektív válogatása. Itt videókat, dokumentumokat, műsorújságokat, régi völgyfutárokat lehet megtekinteni. Tehát az archívum részben analóg, és ez van éppen a Molnárháznak a tetőterében, mint archívum formával létezik, illetve van egy digitális verziója, ennek megfelelően ugye ezek CD-ken, DVD-ken tárolva, illetve hát retrospektív válogatásban pedig online térben hozzáférhetően. Az archívum az nem zárul le, vagy nem zárult le akár ezzel a 25 éves évfordulóval, ugye idén ünnepeljük az egyletnek a 30-as évfordulóját. Ennek megfelelően folyamatosan bővül ez a gyűjtemény. Továbbra is keletkeznek olyan dokumentumok, amik akár Kapolcs életével, akár az egylet életével összefüggésben mutatják meg ennek az egyletek, egyesületnek a tevékenységét. Ennek megfelelően akár ha az örökségvédelmi projektjeinket akarjuk bemutatni, akár ha a helyi kulturális életben való betöltött szerepét az egyletnek, az továbbra is ugye megjelenik az archívumban. Ez talán azért fontos, hogy némi nyomok, ezeket a nyomokat összegyűjtsük, illetve valamilyen módon az utókornak ugye átadjuk.